Kedves gyülekezet, ezek után nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk el a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, az Efézusi Levél 5. fejezetéből a 14. versed. Pál apostol efézusiakhoz írt levele 5. fejezetéből a 14. verset olvasom. Tehát Efézusiakhoz írt levél 5. fejezet 14. vers. Annak okáért mondja, serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Így is olvashatnánk, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Nem olyan régen figyeltem fel erre az igére, és győződtem meg arról, hogy ebben az egyetlen felhívásban benne van az egész szépséges és mélységes evangélium. Maga az örökkévaló evangélium. Mert nézzétek csak meg, miről is szól. Először arra szeretnék rámutatni, hogy ennek az igének bármely kor embereinek mondani valója volt, és mi volt az az alapvető mondani való, aztán majd rátérek arra, hogy nekünk, akik ma élünk, milyen mondani valója van ennek az igének. Ugye itt azt olvassuk, hogy csak egy alternatíva létezik, egy választási lehetőség. Ez azt jelenti, hogy vagy alszol, tehát csak úgy éled az életedet, nem teszel semmit azért, hogy ebből a nyomorúságos emberi helyzetünkből kiszabaduljunk, akkor ez annyi, mint hogy a halálban vagy, és a halál az osztály részed, az összes másik lehetőség pedig az, hogy felragyog néked a Krisztus. Szóval látjátok, közvetve ebben az igében benne van az, hogy nincsen önmegváltás, nem tudsz magadon segíteni. Mert vagy alszol, és a halálban maradsz, és a halál az osztály részed, vagy felragyog néked a Krisztus. De magad nem tudsz segíteni magadon. Magad nem tudsz megszabadulni se a bűntől, se a haláltól. Ja, biztosan emlékszünk Jézusnak a szóhasználatára. Ő úgy beszélt mindig minden emberről, aki csak a földön él, amíg a Krisztus evangéliumát meg nem ismeri, és el nem fogadja, hogy a halálban van. Azt mondta, hogy aki hallja az ő beszédeit is, hisz annak, az átment a halálból az életre. Ez azt jelenti, hogy egyébként mindenki a halálban van. Pál apostol is írja, hogy ti holtak vagytok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. Ezt úgy kell érteni, mindenki a halálos ítélet alatt van. Ugye ismerjük a közmondást, szoktunk mondani, ez hold biztos. Miért mondjuk, hogy hold biztos? Mert biztos, hogy minden ember meghal. Mert mindannyian a halál ítélete alatt vagyunk a vétkeink és a bűneink miatt. Az egyik legmegdöbbentőbb mondása Jézusnak akkor hangzott el, mikor valaki úgy megindult a tanításait hallgatva, és azt mondta Jézusnak, Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb eltemessem apámat, anyámat. Ugye ezzel nem azt jelenti, hogy a ravatalon feküdt a szülei, hanem azt mondta, hogy hát én szeretnék a szűk tanítványi csapathoz csatlakozni, hirdetni a te igédet, tanulni tőled, hogy hogyan képviseljük azt, és szolgálni az embereknek, de szüleim már idősek, megvárom, míg meghalnak, eltemetem őket, és akkor jövök és csatlakozom hozzád. És erre Jézus egy ilyen megdöbbentő mondatot mondott, te hagyjad, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat, te pedig jöjj és hirdesd az Isten országát. Ugye ezzel nem a szülei iránti tiszteletlenségre akarta bíztatni őt, hanem azt mondta, hogy azért tudsz gondoskodni valamiképpen róluk úgy is, hogy nem vagy egészen folyton velük, de olyan szörnyű az, hogy itt a földön halottak temetik a halottaikat, olyan reménytelen helyzetben van minden ember, hogy ezzel nem lehet várni. Nincsen fontosabb annál, mint hogy hirdesd az Isten országa evangéliumát, hogy hirdesd a szabadulás lehetőségét a bűn és a halál fogságából. Ugye sokszor vagyunk temetésen, és akkor ott eszünkbe juthat Jézusnak a mondása. Ugye körbeálljuk ott mondjuk a nyitott sírt, ott a koporsót, a halott, körülötte ott vannak a gyászolók, és Jézus azt mondta, itt halottak temetik a halottaikat. Csak fáziskülönbség van a között, aki már a koporsóban van, és akik ott állnak, mert mindannyian a halál ítélete alatt vagyunk. Tehát ez az üzenete ennek az igének mindenkorban megvolt az embereknek. Ébredj föl, aki alszol, támadj föl a halálból,
Gondold végig a te emberi helyzetedet, hogy halálos ítélet alatt vagy. Keresd a megváltás, a szabadulás lehetőségét, mert ha nem ébredsz föl, akkor a halálba torkollik az életed, és vége mindennek. És vagy pedig a másik lehetőség, hogy felragyog te néked a Krisztus. És mit mond ez az ige nekünk? Azt kell mondanom, hogy még különleges hangsúlya van a mi napjainkban. Ki az, akinek ne jutna eszébe, mivel akik itt vagyunk, azt hiszem, meg vagyunk győződve mindannyian a Krisztus visszajövetele közelségéről, ki az, akinek ne jutna eszébe a 10 szűz példázata, ahol a Krisztus várók egy része elaludt Jézus eljövetele előtt. És tudjuk jól, hogy ez egy lelki alvásra vonatkozik, csak úgy szépen megvannak, élnek egyik napról a másikra. Tudjuk, hogy Jézus eljön, reméljük, hogy megment, de semmi érdemi erőfeszítést nem tesznek azért, hogy erre felkészüljenek. És ez annyi, mint tovább belealudni a halálba. Van példabeszédek könyvében egy ige, ami ugyan a szegénységről szól, de ide is alkalmazható. Ilyen találóan fogalmaz, azt mondja, még egy kis szunnyadás, még egy kis kézösszetevés. Így jön el a te szegénységed, mint pajzsos férfiú. Krisztus visszajövetel előtt ezt így mondhatnánk, még egy kis szunnyadás, még egy kis kézösszetevés, csak élünk, éldegélünk úgy, mint eddig. És nincs komoly változás, és nincs komoly felkészülés az életünkben is. Így jön el, mint a pajzsos férfi. Abszolút biztosan a mi elveszésünk. Már az emberi történelem drámai végkifejleténél, és aztán a kárhozatban is. És valahogy a mi jellegzetes állapotunk ma jelenleg az, hogy egy-egy idők jele egy pillanatra fölráz bennünket, egy pillanatra megszólít, és akkor azt mondja, na, egymásnak is mondjuk, észrevettük, látjátok, tényleg az idők jelei milyen komolyak, és utána szépen visszaalszunk. És valahogyan ebből a halálszerű álomból kell, hogy a Jóisten felrázzon bennünket. Nagyon érdekes a párhuzam azzal, hogy amikor Jézus ott volt a Getsemáné kertben, ugye mindjárt emlékszünk erre a jelenetre, és a tanítványok soha olyat nem tapasztaltak, hogy az ő mesterük kezd rettegni és gyötrődni. Teljesen újszerű és megdöbbentő volt számukra. És Jézus soha ilyet nem kért, hogy most érte imádkozzanak. És mégis egy ilyen helyzetben is háromszor is képesek voltak egymás után elaludni. És Ellen White azt a megjegyzést fűzi ehhez, hogy hogy Sátán volt az, aki ilyen mély álmot bocsátott rájuk, és azt írja, hogy Jézus visszajövetel előtt ugyancsak ő mesterkedik azon, hogy ilyen halálszerű álom ne telepedjék ránk, és ne gondoljuk végig a tényeket. Most mi egy ideje nem találkoztunk itt a Siófokra, viszonylag gyakrabban jövök, de még a siófoki testvéreinkkel sem, meg a nágocsiakkal sem. És én például megkérdezem tőletek, hogy hatott rátok a japán földrengés. Egy szörnyűködtünk egy kicsit, hogy hát ez milyen borzasztó földrengés, nem is tudtuk, hogy ilyen szörnyű földrengés lehet. Lehet, hogy megtárgyaltuk azt, hogy hát még legalábbis ez számítógépes számítások szerint, ugye pontosan igazolni senki nem tudja, tehát még a föld tengelye is kimozdult a helyéből, meg a japán szigetek arrébb tolódtak, ugye olyan iszonyatos erejű földrengés volt. Na de azért ennek a legnagyobb tanulsága még ezen túl van. A legnagyobb tanulsága az, hogy ugye a mi világunk egy csapdában van Jézus eljövetele előtt. Mert nagyon sokféle válság halmozódik egymásra. És ezek közül az egyik súlyos válság az energiaválság. Hát nem nehéz, nem bonyolult dolog belegondolni abba. Az emberek megélhetése, az egész civilizáció ugye az energiaforrásokon nyugszik. Ugye áram, amit termelnek az olaj, a földgáz, stb. Segítségével. Tudjuk, hogy ez nem problémamentes, mert jönnek az üvegház hatások, és tudjuk, hogy az éghajlatváltozás ma már nem vita kérdése, ma már mindenki elismeri, hogy van, és azt mondják, meg kell tanulnunk együtt élni a természeti katasztrófákkal, és hálát adhatunk, ha elmúlik egy idő, és nem volt természeti katasztrófa. Igen ám, de mi a kitörési pont ebből? Ugyan némelyek mondják, hogy hát nem kell aggódni, még nagyon sok készlet van a föld alatt, de a legfelkészültebb tudósok például azt mondják, hogy igen ám, de ezek már olyan mélyen vannak, olyan drága a kitermelésük,
és előbb be fog köszönteni a végzetes energiaválság, mert már 2008 óta csökkenés van a kitermelhetőségben, előbb be fog következni, mint mielőtt ezekre találnának olyan technológiát, hogy elviselhető áron felszínre hozzák. És akkor miben reménykedtek az emberek, hogy majd az atomenergia, majd az atomerőműveket kell szaporítani, és az atomenergiával tudnak kiváltani energiaforrásokat, mert az atomenergia ráadásul úgymond tiszta a légszennyezés szempontjából. És most a japán földrengésnél ez volt a megrázkódtatás, hogy az emberek rájöttek, hogy nincs erre kiút, mert olyan erejű földrengések jöhetnek, amelyek az atomreaktorokban olyan kárt tesznek, hogy nukleáris katasztrófa indul el. Nem tudom, tudjátok-e, hogy most óriási a félelem, mert Japánban körülbelül ott tartanak, hogy nem sikerül megállítani ennek a bizonyos fukushimai erőműnek a teljes lebomlását. És ez még senki nem tudja ebbe a pillanatban megmondani. Először mondogatta mindenki, hogy nem lesz olyan veszélyes, mint a csernobili katasztrófa. Ma már arról beszélnek, hogy olyan vagy rosszabb. És látjátok, így kerül az emberiség egy olyan helyzetbe, hogy nincsen megoldása a különböző egymásra halmozódó válságoknak. Engem nagyon elgondolkoztatott egy ige Ámos könyve 5. fejezetében, és nektek is szeretném elolvasni, mert mi nem vesszük elég komolyan, hogy mi az, ami sebesen közeledik felénk, milyen fajta válság az. Így olvasom Ámos könyve 5. fejezetében, Ámos könyve 5. fejezetében a 18-tól a 20. verset. Jaj azoknak, akik kívánják az Úrnak napját! Mire való néktek az Úrnak napja? Sötétség az, és nem világosság. Mintha valaki oroszlán elől szaladna, és medve bukkanna rá, vagy pedig bemenne a házba, és kezét a falhoz támasztaná, és kígyó marná meg. Nem sötétség lesz az Úrnak napja, és nem világosság? Sötétség lesz az, és még hajnal fénye sem lesz. Megkérdezem tőletek, kifejező ez a hasonlat? Mintha valaki oroszlán elől szaladna, és medve bukkanna rá, vagy bemenne a házba, és kezét a falnak támasztaná, és kígyó marná meg. Tehát ezzel a hasonlattal érzékelteti azt, hogy keresel kiutat erre jön egy újabb hatalmas probléma, keresel kiutat arra, ott ér valami nagy baj. Tehát így jellemzi a közelgő úrnapját az Isten ígéje. És sok-sok mindent sorolhatnánk még, de nem erről szeretném az igehirdetést tartani, ezt csak arra utalok, hogy mennyire az jellemző ránk, hogy fölkapjuk a fejünket egy percre, és aztán visszaalszunk. De ez az ige azt mondja, hogy ébredj föl, aki aluszol, támadj fel a halálból. Vagyis azt mondja, most aludni, lelkileg aludni, csak ugyanúgy éldegélni tovább, semmi valódi elindulást nem tenni. A Krisztus eljövetelére való előkészületben ez annyi, mint a halálba aludni magunkat. És az ellenkező oldalon viszont ezt mondja, ami a reménység, ami az egyetlen megoldás lehet, hogy felragyog te néked a Krisztus. Nem tudom, szépnek tartjátok ezt a kifejezést, felragyog te néked a Krisztus. Úgy legszívesebben úgy megkérdezném, hogy mi átéltük az életünkben, ahogy a gyerekektől kérdeztem, hogy Istennek csodáit láttad-e. Most tőletek felnőttektől kérdezem, átéltük ezt a tapasztalatot, hogy felragyog te néked a Krisztus? Mint az egyetlen megoldás az ő személyében, az ő megváltó kegyelme, mint az egyetlen valóságos és teljes megoldás. Ugye a Bibliában ez a hasonlat réges-régen ott van, hogy Krisztust hajnalcsillaghoz hasonlítja, ami felragyog a sötétségben. Ugye emlékezzünk Bálám jövendőlésére. Csillag származik Jákobból, királyi pálca Izraelből. Gondoljunk Jelenések könyve utolsó lapjára, ahol Jézus így mutatkozik be, én vagyok Dávidnak a ma gyökere és ága, a ma fényes és hajnali csillag. És mondhatom, hogy Krisztus először a gondolatainkban, a megértésünkben ragyog föl. Amikor a szépséges evangéliumot igazán megértjük, akkor olyan élményünk van, mint amit Péter apostol így fogalmaz a levelében, a második levél első fejezetében, hogy jól tesszük, ha figyelünk az ígére, míg nappal virrad és hajnalcsillag kél fel szívünkben.
Testvére, megkérdezem tőletek, voltatok-e úgy az igét tanulmányozva, amikor az evangéliumot szeretnénk megérteni, a mélységes és szépséges evangéliumot, hogy egyszerre csak úgy érezzük, hogy nappal virrad és hajnalcsillag kél fel szívünkben, hogy felragyog nékünk a Krisztus. A második fokozata, hogyan a Krisztus felragyoghat nekünk, amikor a saját jellemünkben jelenik meg. És ez nekünk is egy szabadság és boldogság, de más emberek észre fogják venni. Amikor azt mondják, ennek az embernek a tekintetében, ennek az embernek a viselkedésében, ennek az embernek az egész jellemében felragyog a Krisztus. Amikor az emberek fogalmat tudnak alkotni a Krisztusról, valakinek a lelkülete, a magatartása, a viselkedése által. Emlékeztek rá, hogy mit mondtak az első keresztényekről? Azt mondták, megismerték, hogy a Krisztussal voltak. Hogy a beszédükben, a viselkedésekben felragyogott a Krisztus. És erre van szükség. Egy ilyen változásra a Krisztus egész gyülekezetében és egyházában. És a harmadik, amikor szint, ahogyan a Krisztus nekünk felragyoghat, amikor ő dicsőségben megjelenik az ég felhőiben. Ez az emberi történelemnek olyan sötét időszaka lesz, hogy Jézus azt mondta, hogy nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem maradhatna meg. És mit jelent akkor Isten népének, mikor feltűnik az emberfiának jele az égen, hogy jön a szabadító, jön a szabadítás. Ez lesz a harmadik szintje annak, mikor egy hívő embernek felragyog a Krisztus. És én testvérem, szívemből kívánom nektek, hogy mi mind a három szinten átéljük, hogy felragyog nekünk a Krisztus. Először egyáltalán az örökkévaló csodálatos evangéliumnak a megértésében, a mély megértésében. Másodszor, hogy a jellemünkben felragyog a Krisztus, az egész életvitelünkben, magatartásunkban. És harmadszor, hogy meglátjuk őt, és nem félelemmel várjuk ott, hanem felemelve a fejünket, bátran, felszabadultan, boldogan felragyog nekünk a Krisztus, amikor dicsőségben érkezik szabadításra. Most ugye az egész negyedévi szombatiskolai tanulmányunk erről szólt. És nem tudom, hogy milyen hatása volt egyénileg rátok, vagy külön a gyülekezetekben. Vajon átéltük-e a szombatiskolai tanulmányok átgondolása során is, hogy felragyog nekünk a Krisztus. Én szeretnék most egy kicsit egy ilyen nagyon tömör összesítésben elmondani nektek, hogy ha odafigyeltünk ezekre a tanulmányokra, ugye már a nagy részén túl vagyunk, akkor a lényeges részén szinte túl vagyunk, akkor vajon mi az, amit megérthetünk, amit nem vagyok biztos benne, hogy mindnyájan mindig értettünk, és főleg, hogy gyakoroltuk ezt, hogy ez valóságos élettapasztalatunká lett. Hogy a legelőször is arra hívnám föl a figyelmet, hogy a legnagyobb szükségletünk az, amit János apostol így fogalmaz, az a tapasztalat, hogy nekünk is tapasztalatunk legyen. A János apostol első levele, 4. fejezetében olvassuk, és mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Testvérem, akármilyen furcsa, azt kell mondanom, hogy szerintem mi ennek a tapasztalatnak a híján vagyunk. Nem hiteles az az Isten kép, ami bennünk él. Megmondom nektek miért. Azért, mert mi még mindig úgy gondolkozunk, hogy én egy vétkes, hibás ember vagyok, de hogy merek az Istenhez menni. Próbálom egy kicsit megreparálni az életemet, és majd azután. Mert nem ismertük meg, és nem hittük el az Isten irántunk való szeretetét, és mert nem értettük meg az evangéliumot. Mit is tanultunk ebben a negyed évben? Azt tanultuk, hogy amikor csak bűntudat felébred benned, amikor csak rosszul érzed magad, már valamiféle bűntudat gyötör, még meg se bántad igazán, nem is vagy képes rá valódi megbánásra a saját erődből. Menekülj a szerető megváltóhoz, és mondd neki azt, hogy gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened. Te ajándékozz nekem igazi bűnbánatot és igazi bűnbocsánatot. Ugye emlékeztek, itt is tartottam igehirdetést róla a Zakariás látomása, hogy szennyes ruhában is menj az Úr elé. Testvérem, olyan hitre van szükségünk, amilyen volt Dávidnak, aki egy olyan iszonyú bűn után, egy olyan borzalmas bukás után azt merte mondani Istennek, hogy tisztíts meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Moss meg engem,
És azt tudta mondani, hogy az én álnokságomból egészen tisztíts ki engem, és azt tudta mondani, hogy tiszta szívet teremts bennem, és engedelmesség lelkével támogass engem. Vagyis meg se próbált, hogy maga hozza rendbe az életét. Tudta, hogy lehetetlen. Tudta, hogy Istenhez kell menni. És testvéreim, ne haragudjatok, hogy ilyen nyersen kimondom, de kimondom még a mi magyarországi közösségünkre is, amely úgymond ragaszkodik az evangéliumhoz, hogy sokkal jobban jellemez még mindig az, hogy a saját cselekedeteinkből akarunk üdvözülni, és a saját igyekezetünkből akarjuk elérni, hogy megtartsuk Isten parancsolatait, mint az, hogy valóban oda meneküljünk a megváltóhoz, és tényleg az ő segítségét kérjük. Tehát gondoljatok azokra a hatalmas bíztatásokra, hogy Istenhez mehetsz úgy, mint a tékozló fiú. Megkérdezem, elhittük igazán, hogy úgy fog fogadni, mint ahogy a tékozló fiút fogadta az apa? Amikor éppen úgy érzed, hogy elestél, elbuktál, vétkeztél, mersz az Istenhez menni úgy, mint a tékozló fiú, azzal a szégyennel, azzal a bűnvallással, hogy vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy a fiadnak hivatassam? És elhisszük azt, hogy úgy fog fogadni, ahogyan a tékozló fiút? És mi annak a latornak a helyében, aki ott függött Jézus mellett a kereszten, mi mernénk Krisztushoz fordulni, éppen akkor, mikor elismeri, hogy mi méltán szenvedünk, mert a mi cselekedetünk méltó jutalmát vesszük. Mi mernénk azt mondani neki, Uram, üdvözíts engem. Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Látjátok, nekünk nincs fogalmunk igazán az Isten kegyelméről és szeretetéről. Mi nem mernénk ugyanezt megtenni. Nekünk hiányzik az a tapasztalat, hogy mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. De az írás azt mondja, ez az egyetlen lehetőségünk. Értsük meg, hogy ez az egyetlen lehetőségünk, hogy a szennyes ruhában is, bűnnel terhelten is meneküljünk a Krisztushoz, és kérjük, hogy bocsásson meg. És ugye ezt tanultuk, és ezt láttuk a Zakariás látomásában is, hogy Isten ilyenkor azt mondja, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhát, ünnepi ruhába öltözthet. Ilyenkor Isten ingyen kegyelemből egy pillanat alatt megbocsátja az összes törvényszegésünket, és nekünk tulajdonítja az emberfi a Krisztus tökéletes igaz életét. És kijelenti, hogy magához fogad. De testvérem, ezt el kell hinni. Ezt a szeretetet el kell fogadni. De ahogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz komolyan kell vennünk a Krisztus áldozatát, hogy a Krisztus helyettes áldozata megteremtette ehhez a lehetőséget. Hogy Isten leveszi rólunk minden álnokságunkat, 10 000 talentumokat megbocsát egy pillanat alatt, mert Krisztus elviselte a büntetést. És hinnünk kell a Krisztus közben járó szeretetét és kegyelmét, hogy ő ugyanúgy tesz, mint Józsua főpappal tett a Zakariás látomásában az Úr angyala. Kijelenti, hogy nem tűzből kikapott tűzszökélyhez, és kijelenti, hogy magához fogad. Testvérem, ezt el kell hinni, és ebbe kell fejezni azt, hogy azt mondja, tudom, Isten biztos megbocsát, hozzá nem merek menni, de majd igyekszem. Majd jobban igyekszem. Ez az, hogy lehet az, hogy Sátánnak egy ilyen trükkje minket éveken, évtizedeken át a fogságában tart? Tudjátok, olyan furcsa az emberi természet. Az ember 50-szer is neki megy annak a falnak, amin tudja, hogy nem tud átmenni. Hát valaha megkérdezem tőletek, amikor ilyen fogadalmakat tettetek magatokban, hogy nagyon szégyellem magam, a Jóistenen vétkeztem. Hát gondolom, hogy megbocsát a Krisztusért, hozzá nem megyek, szemtől szembe bocsánatot nem kérek, de azt mondom, hogy majd összeszedem magam is, igyekszem. Tapasztaltátok, hogy valaha ezzel valódi győzelmeket és valódi változást értünk el az életünkben? Biztos vagyok, hogy nem. Ugyanazon a ponton vergődünk, ugyanott maradunk. És akkor miért csináljuk azt, hogy újra és újra a lehetetlennel kísérletezünk? Amikor Jézust megkérdezték, hogy kicsoda üdvözülhet, Jézus a legvilágosabban azt mondta, embereknél ez lehetetlen, de Istennél, Istennel együtt minden lehetséges. Akkor tehát testvéreim, próbáljátok végig gondolni azt, hogy nekünk arra van szükségünk, hogy komolyan megismerjük és elhiggyük Isten szeretetét. És mint ahogyan a kisgyerek, aki ha hibázik is a szülőhöz menekül, és azt mondja, hogy nem fogadtam meg a szavadat, rosszat csináltam, bocsáss meg. Így meneküljünk a Jézus Krisztushoz, és mondjuk, hogy bocsáss meg, és tiszta szívet teremts bennem is, te támogass az engedelmesség lelkével, azonnal, késedelem nélkül. Olvastátok a Krisztushoz vezető lépések című könyvet? Emlékeztek ezekre a mondatokra?
ne várjunk erősebb hitre, bűnbánatra, amit saját magunkból kitermelünk. Ne halogassuk úgy, amint vagyunk, úgy kell Krisztushoz menekülnünk és a kegyelmét kérnünk. Kedves testvérem, úgy örülök, hogyha megszívlelnétek. Most a szombatiskolában a fiatalokkal voltam, és lelkükre kötöttem, hogy a Jézus élete könyvet olvassák el. Most hadd kössem a ti lelketekre. Ilyen kis vékony könyv ez a Krisztushoz vezető lépések. Én azt szoktam mondani, hogy ezt minden évben egyszer el kell olvasni. Mert minden évben másképp és mélyebben érted meg. Határozzátok el, hogy elolvassátok. Hasonlítsátok össze, amit a negyed évben a szombatiskolával tanultunk. Fedje a kettő egymást. És engedjétek, hogy azok a meleg szavak, ahogyan Ellen White ezt olyan szépen, meggyőzően írja, hogy mire van szükségünk, ezek a szívünk mélyéig hassanak. És fejezzük be ezt a rossz gyakorlatot, hogy majd én igyekszem. Istenem, segíts nekem! Mi van ebben bennem? Gyakran kijön a szánkon, Istenem, segíts nekem! Mi van ebben bennem? Alapvetően én csinálom, én igyekszem, majd én fogom elérni, te egy kicsit segíts be nekem. De ellenkezőjére van szükség, hogy a tehetetlenségünket beismerve, úgy, ahogyan a római levél 7. fejezete végén Pál apostol felkiált, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Én nem tudok túllépni azon, hogy elmémmel az Istennek, de a gyakorlatban, a természetemmel, a viselkedésemmel, a tetteimmel, a bűnnek szolgálok, kiszolgálom a saját természetemet. Arra van szükség, hogy ezzel a tehetetlenséggel valóban merjünk és ténylegesen meneküljünk is Krisztushoz. És utána felteszem azt a kérdést, hogy mi történik, mi az, amikor Isten azt mondja, hogy ő magához fogad. Amikor Isten azt mondja, hogy magához fogad, hát hogy fogad magához, ő a mennyben van, itt meg a földön vagyunk. Hát most ez egy üres szó, vagy mi ez? Nem, ez egy valóság, mert a Szentírás azt mondja, hogy amikor Isten magához fogad, akkor ő a Szent Lelket ajándékozza nekünk, mint a fiúság lelkét. Vagyis valódi szülő-gyermeki kapcsolatot létesít önmaga között is közöttünk, és ő küldi a Szent Lelket, amikor mi hit által megigazulunk, amikor bűnbocsánatot nyerünk, amikor Isten a megbocsátásnak ezzel a túláradó szeretetével tiszta szívet teremt bennünk, akkor azonnal nekünk ajándékozza az ő Szent Lelkét abban az új és magasabb minőségben, hogy nálunk lakjon és bennünk maradjon, és bennünket belülről inspiráljon, segítsen, ösztönözzön. Na de ezt addig nem lehet elnyerni, amíg nincs tiszta szívünk. Amíg bűnbocsánatot nem nyertünk, amíg a bűn akadálya van köztünk és Krisztus között, amíg a bűnbocsánat túláradó szeretete meg nem tisztította a szívünket. És most lássátok, testvérünk, egy másik hibát, amit mi gyakran elkövetünk. Amikor azt mondjuk, Uram, add a te Szent Lelkedet, hogy segítsen nekünk. Mintha a Szentlélek akár mikor beköltözhetne a mi szívünkben. A Szentlélek szent isteni lény. Csak kitakarított, megtisztított szívbe költözik. És a Szent Lelket mindig Krisztus küldi, és Krisztus ajándékozza a közben járó Krisztus. Tehát a sorrendet nem lehet megcserélni. Nekem először akár szennyes ruhába is Krisztushoz kell menni, hittel kérni a bűnbocsánatot, a Krisztus áldozatáért, a Krisztus közben járó szolgálata által. Átélni imádságunkban azt a tapasztalatot, ahogyan a tékozló fiút elfogadja. És akkor az Isten tiszta szívet terem bennünk, és akkor ajándékozza nekünk a fiúság lelkét, a Szent Lelket. És ezt az életünkben nem egyszer kell átélni, hanem nagyon-nagyon sokszor. Mindig újra és újra meg kell járni ezt az utat. Ahányszor bűnünknek a tudatára döbbenünk. És szeretném nektek a Római Levél 5. fejezetéből idézni. Kérlek, nyissátok ki a Római Levél 5. fejezetét, hogy lássuk itt ezt a sorrendet nagyon világosan, hogy mi csak hogyan nyerhetjük el a Szent Lelket. A Szentlélek nélkül pedig semmi jót sem tudunk cselekedni a saját erőnkből. Lehetetlen, hogy a Krisztushoz való hasonlóságban, a jellemváltozásban egy picit is előre haladjunk. Ugye ti mindnyájan ismeritek a Galácia beliekhez írt levélben a kijelentést a lélek gyümölcseiről. Hát jellemző ez a kifejezés. A krisztusi jellemtulajdonságok, szeretet, öröm, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, ezek kinek a gyümölcsei? A lélek gyümölcsei. Ez azt jelenti, hogyha Isten lelke nem lakik benned, ha nem időzik tartósan benned,
ha nem vezérel az Isten lelke, ebből egy se fog megteremni az életünkben. Látjuk, ezek már nem alkalmi jó cselekedetek, hanem ezek beérett krisztusi jellemtulajdonságok. Itt már átalakult életről, átalakult jellemről van szó. De ez másképpen soha nem fog megtörténni, csak ha Isten lelke lakik bennünk, időzik bennünk, folyamatosan munkálkodik bennünk. És ezt csak úgy nyerhetjük el azon az úton, amit vázoltunk. És ezt látjuk a Római Levél 5. fejezetében is. Olvasom a Római Levél 5. fejezetéből. Így olvasom az 5. fejezet első versét. Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Mit olvasunk itt? Még hadd mondjam az eredeti szöveget, még így kéne, olyan igeidő van itt, hogy így kéne olvasni. Miután megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel. Mit jelent az, hogy békességünk van Istennel? Hogy bátran, félelem nélkül tudunk folyamodni hozzá. Ez azt jelenti, hogy tudjuk, hogy most a kérhetünk tőle bármit, mint a szerető jó atyánktól. És hadd kérdezzem meg tőletek, mindig békességünk van Istennel? Nem azt érezzük, hogy ő ott van valahol, de én tudom, hogy én méltatlan vagyok. De én érzem, hogy nekem vannak rendezetlen dolgaim. Én a szememet sem merem az égre emelni. Hát ez nem az az állapot, amikor békességünk van Istennel. Amikor békességünk van Istennel, az azt jelenti, hogy tudjuk, hogy megbocsátott a vétkeinket, tudjuk, hogy szeret minket. Úgy viszonyulunk hozzá, hogy Jézus mondta, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az nektek. Testvérem, ez a tapasztalatunk nekünk, békességünk van Istennel. Olyan bizalommal és félelem nélkül és aggodalom nélkül kérünk tőle, és olyan dolgokat, amelyek az igéjével megegyeznek, mert tudjuk, hogy megadja nekünk. De addig nem is lehet ilyen békességünk vele, míg a bűneinket nem rendeztük. Isten bűnnel együtt nem lakik. Ezért mindig a bűnbocsánatért folyamodás az első lépés. Hittel, reménységgel, a Krisztus áldozatáért, a Krisztus közbenjárása által. És aztán így olvassuk, miután békességünk van Istennel, rögtön hozzáteszi, ha mi Urunk Jézus Krisztus által, az ő áldozata alapján, az ő közbenjárása által, akkor így folytatja, aki által van menetelünk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Kicsit tömör meg régies a fogalmazás, de azt mondja, ezután szabad bejárásunk van az Isten kegyelméhez. Ezután az Isten magához fogad. És nézzük az 5. versben mit mond. Mert az Istennek szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Ha már békességünk van Istennel, akkor a Szentlélek kitöltetik a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Hát testvéreim, ez az a tapasztalat, aminek mi hiány vagyunk. Ezt nem ismerjük még. Ezt újabb fejlődési fokra kell fellépni Isten népének. Olvassuk a Bibliában, hogy Pál apostol rátalált egy városban keresztelő János tanítványaira, és megkérdezte tőlük, hogy vettetek-e szent lelket, miután hívőkké lettetek. És ők azt válaszolták, sőt, azt se tudjuk, hogy van-e szent lélek. Na, ennyire tudatlanok mi nem vagyunk. Azért mi tudnánk mondani, hogy ki a Szentlélek, meg isteni személy, meg elméletileg szépen el tudnánk mondani. De ha úgy hangzana ez a kérdést, hogy vettetek-e szent lelket, hogy ismeritek-e ezt a tapasztalatot, hogy Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk, és hogy Isten lelke lakik bennünk, és vezérel minket, és hatalmasan munkálkodik bennünk, és a lélek gyümölcsei jelennek meg az életünkön. Na, ezt a tapasztalatot valljuk meg, még igazán nem ismerjük. De a Krisztus eljövetelre való felkészülés pontosan ezt jelenti, hogy mi megtanuljuk az üdvösségnek az ismeretét, megtanuljuk a szabadulásnak, a gyógyulásnak az útját. Nem csak megértjük, de meg is éljük az örökké való evangéliumot, saját tapasztalatunkból ismerjük, és ezért vagyunk képesek hirdetni azt a világnak. És azután hadd folytassam tovább. Ugye a Szentlélek egy nagyon érzékeny jelenlét bennünk. Pál apostol nem véletlenül ír ilyet az Efézusi Levél 4. fejezetében, hogy meg ne szomorítsátok az Istennek szent lelkét, aki által elpecsételtettetek a teljes váltság napjára. És akkor ott mondja, hogy mérgesség, harag, felgerjedés, lárma, kivettessék közületek.
Igen, a Szentlélek olyan érzékeny jelenlét, hogy egy felindulással, egy ingerültséggel, egy haragos szóval kiűzhetjük a lelkünkből. És akkor mi a teendő? Akkor megint azonnal Krisztushoz folyamodni, megint a bocsánatát kérni. Hát nem mondta ő, hogy mi is egymásnak akár 77-szer is bocsássunk meg egy nap. Hát nem azért mondta ezt, mert ő is kész erre. Ez megint az van, hogy ne így gondolkozzunk Istentől, hogy hát én már szégyellek hozzá menni, ennyiszer vétkeztem. Ne így gondolkozzunk Isten felől, hanem higgyük el és ismerjük meg az ő szeretetét. És folyamodjunk hozzá. És azt kell mondanom, hogy az írás olyan meggyőzően fogalmaz, hogy így mondta Jézus, hogy a ti mennyei atyátok szívesebben ad szent lelket azoknak, akik kérik tőle, mint a földi szülők adnak jó ajándékokat a gyermekeiknek. De mikor tudunk mi teljes szívből kérni Istentől szent lelket? Azt kell mondanom, hogy három dolog kell hozzá. Na, Isten csak egy feltételt állít, azt mondja, akik kérnek tőle. De azt is tudjuk, hogy ez nem azt jelenti, hogy a szánkra vesszük, Uram, ad nekem lelkedet, és nem. Az írás azt mondja, amit teljes szívünkből kérünk, azt kapjuk meg. Tehát ha kéritek, az azt jelenti, ha teljes szívetekből kéritek. És mi kell ahhoz, hogy teljes szívünkből kérjük? Egy, hogy leszámoljunk örökre azzal, hogy a saját erőfeszítéseinkkel meg tudunk változni, meg tudjuk tartani Isten parancsolatait. Hogy lássuk azt, hogy semmit, Jézus azt mondta, ki az, aki közületek megnevelheti a termetét egy arasszal. Ez nem csak fizikai értelemben igaz, de lelki értelemben is. Ki az közülünk, aki képes egy kicsit is előre haladni a jelen fejlődésben Isten kegyelme nélkül? Senki. Tehát, ha mi egyszer ezzel leszámoltunk, soha többet nem veszem a számra, hogy Istenem segíts nekem. Meg csak úgy fölkiáltok, hogy Istenem ad szentelkedet, hanem megértettem, hogy ennek van egy megszabott útja. Itt van egy szabályszerű küzdelem. Isten megtanított minket az üdvösség útjára, és nekem azon kell járnom. Tehát megértjük azt, hogy ahhoz, hogy teljes szívből kérjem, ezt kell, hogy én tudom, hogy nem tudok ezen a napon, mondjuk reggel imádkozom, és akkor tudok teljes szívből kérni szent lelket, ha azt mondom, tudom, ezt az egyetlen napot nem tudom megoldani, ne vétkezzek a számmal, ne vétkezzek gondolatban, sőt, betöltsem a te törvényedet. És a másik dolog, amire szükség van, hogy megértsem azt, hogy a Szentlélek, hogy a szívünkbe költözön, tiszta szívre van szükség. Hogy amikor a számra veszem, hogy Uram, adnék egy szent lelkedet, azonnal elgondolkodom, mindent rendeztem Krisztussal. És ha rájövök, hogy valamit nem, vagy azt mondom, hogy magam rá se tudok jönni, és úgy fohászkodom, hogy Istenem, vizsgálj meg engem, juttasd eszembe, ha valamit nem rendeztem el veled, és tiszta szívből kérlek, hogy ezt és ezt a Krisztusért bocsáss meg nekem, teremts bennem tiszta szíved, hogy elnyerhessem a fiúság lelkét, elnyerhessem a te szent lelkedet. És a harmadik dolog, hogy mi semmi szín alatt ne akarjunk megrekedni ebben az állapotban, hogy én elmémmel az Istennek szolgálok, de azért a természetem él és virul, azért naponta vétkezem, azért maradok ugyanazon a szinten, azért a gyakorlatban, a cselekedetem mégiscsak a bűnnek szolgálok. Ezt mi tűrhetetlennek érezzük, hogy Krisztus tanítványaiként mi így élünk. Ez a három dolog kell ahhoz, hogy mi teljes szívből tudjunk Istentől szent lelket kérni. És én azért szeretném még egyszer az alapigénket idézni, hogy valahol nagyon megszeressük mindannyian az igét, és lássuk, hogy ez összesen csak két lehetőség van. Vagy aluszol tovább, és halálban maradsz, és belealuszod magad a halálba, vagy pedig felragyog te néked a Krisztus. És én szívemből kívánom, hogy mindannyiunknak felragyogjon a Krisztus, és egy új és más utat ismerjünk meg, a megigazulásra, a gyógyulásra, a szabadulásra, mint amelyet eddig követtünk. Ezt tudom, hogy csak a Szentlélek tudja elvégezni. Én tudom, hogy ehhez kevés a szombatiskola, kevés egy prédikáció, kettő, három. De kérlek, testvéreim, hogy ti is tanuljátok ezt az utat. És hogyha ez az alternatíva a halállal szemben, hogy felragyog te néked a Krisztus, akkor vegyétek elő ezt a kis Isten áldotta könyvecskét, nyugodtan merem mondani ezt a mennyből ihletett kis könyvecskét, hogy Krisztushoz vezető lépések, és olvassátok fejezetről fejezetre, és akarjuk ezt átültetni az életünkbe, a gyakorlatba, és meg fogjátok látni, hogy pozitív, drámai változás lehet. És én azt a napot várom,
amikor egyik testvérnek utána másikban lehet látni, hogy felragyogott neki a Krisztus. És amikor egyszer az egész gyülekezet, az egész közösségben felragyog a Krisztus, akkor már ott vagyunk a késő eső kiárasztása küszöbén. És akkor ezzel már valóban sietethetjük a Jézusnak a szabadító eljövetelét. Amen.